Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök a híradót látják, Sós Kata vagyok. Készülnek a vásárhelyi kemping tervei, a jövő nyáron begurulhatnak az első lakóautók. 10 ujjas gépírás, ingyenes tanfolyamon tanulhatják meg a felsősök, Kökény Domb és társai, 7000 évesek az első vásárhelyi kunhalmok, a régészek újra kutatnak. A szórakozó helyeken és az éttermekben is kötelező lesz a maszk használat. A kormány hétfőtől a vendéglátásra is kiterjeszti a vírus elleni védekezés ezen formáját, jelentették be az operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján. A szigorítás értelmében a sportrendezvények vendéglátó részein is kötelező lesz a maszk viselése, és azt kizárólag az étel és ital elfogyasztásának idejére lehet majd levenni. Amennyiben egy vendég nem tartja be a szabályokat, az üzemeltetőnek kell intézkednie arról, hogy ez a személy ne vehesse igénybe a hely szolgáltatásait. A rendőrség a kiterjesztett maszk használati kötelezettség saját hatáskörben ellenőrizheti, és joga van arra is, hogy szabályszegés esetén bezárassa az adott helyet. Decemberre elkészülnek a megújuló vásárhelyi kemping tervei. Az elmúlt időszakban jelentős érdeklődés mutatkozott a szolgáltatás iránt, melynek kivitelezése jövő év elejére várható, így a nyári szezonban már be is gurulhatnának az első lakóautók a kemping területére. A strandon is fejlesztenek, az eddig szórakozási lehetőség nélkül maradt 10-12 éves korosztály számára is új alternatívák nyílhatnak jövő tavasszal a Hódmezővásárhelyi strandfürdőben. A bejárat a Tóai utca felől a körforgalomból egyenesen történne, és a teljes kemping területét egy hosszú közlekedési út vágná ketté. Katona Zsolt a megújuló vásárhelyi kemping terveiről mesél. Ma írták alá azt a szerződést, amelynek értelmében decemberre elkészülnek a strandfürdő és a hozzátartozó kemping fejlesztéséről szóló tervek. Márki-Zay Péter úgy látja, hogy a beruházásoknak köszönhetően a vásárhelyi strand felveheti a versenyt a régió többi létesítményével. Én azt gondolom, hogy Mórahalommal, Gyopárossal, Szegeddel, Algyővel, Szentessel tudunk versenyezni, és természetesen nem feledkezünk meg a hódmezővásárhelyekről, hiszen elsősorban nekik szeretnénk egy sokkal több élményt, kikapcsolódást, szórakozást nyújtó strandot építeni. A tervező cég a strandfürdő jelenlegi működését is átvilágítja, és a hiányosságok mentén indulhatnak el a fejlesztések. A felmérések már megkezdődtek, kiderült, hogy van olyan korosztály, amely jelenleg nem talál szórakozási lehetőséget a strandon. Van egy olyan korosztály réteg, amely nem igazán találja meg azt a szolgáltatást, azt az élmény részt a fürdő szolgáltatásában, ami miatt ő úgy érezné, hogy tényleg vonzó ez a létesítmény. Ez gyakorlatilag a 10-12 éves korú fiatalok esetében szükséges élményelemekről beszélek, amelyek tekintetében mindenképpen a tavaszi időszakban egy komoly előrelépést tervezünk tenni. A kemping újraindításáról szóló igényfelmérés már megtörtént, és a kivitelezés első lépéseként egy 150 fő befogadására alkalmas, közművesített övezetet alakítanak ki, amely a tervek szerint már a 2021-es szezonban fogadhatja a kempingezőket. Hatékonyabbak és sok időt tudnak megspórolni azok a fiatalok, akik birtokában vannak a gépírásnak. Ezért az önkormányzat az általános iskolák felső tagozatos diákjai számára ingyenesen teszi lehetővé a 10 ujjas vakírást elsajátító tanfolyamot. A heti kétszer, hétfő és szerda délutánonként megvalósuló 50 órás oktatás az őszi szünet után kezdődik a Németh László Városi Könyvtárban. Az idegen nyelvi kurzus után ez a következő program eleme azoknak a fiatalokat támogató képzéseknek, amely a polgármester tervei szerint között szerepelt. Egy perc alatt akár 90 betű is leüthető vakírással, persze csak akkor, ha a lelkesedés kellő kitartással és szorgalommal párosul. A hagyományos oktatási rendszerben ezt a tudást a középiskolások szerezhetik meg, ám a speciális képesség minél korábbi elsajátítása érdekében az önkormányzat már az általános iskolások számára elérhetővé teszi. Az 5-től 8-os felsőtagozatos általános iskolás korcsoport az, akinek ezt az önkormányzat ingyen biztosítja. Sokan jelentkeztek, hogy felnőttként is érdekelni őket, nem lesz akadály annak, hogy pénzes, fizetős tanfolyamot tudjunk nekik is szervezni, semmi akadálya nincs, üzleti alapon bátorítok is mindenkit, hogy szervezzen ilyet. Azonban ez a szenzitív, ez az érzékeny korcsoport, akit most tudunk segíteni, egy ajándékot tudunk adni neki, hogy egész életében számolatlanul
hatékonyabb legyen a ráfordított órák számában, akár a magánéletéről, akár a szakdolgozatírásáról, akár később ügyfélszolgálatos vagy bármi egyéb munkájáról legyen szó. A tervek szerint a 10 újas gépírás segítő tanfolyam 50 órás lesz. Hetente kétszer, hétfőn és szerda délutánonként 45 percig gyakorolhatnak majd a diákok az oktatóval. Fogunk használni egy tankönyvet, amit a könyvtár megrendelt a tanfolyamosok részére. Ők egyébként ezt majd a tanfolyam idejére haza is vihetik, amíg tanulnak. Tehát könyvből fogunk tanulni, lépésről lépésre, kezdjük az alapokkal, ami azt jelenti, hogy először megtanulják a helyes kéztartást, az alapsorbetűit, bal kézzel az ASDF, jobb kézzel a JKL, és utána egyenként veszük hozzá a többi betűt. Első körben 10 fiatal kap lehetőséget a vakírás elsajátítására. A tanfolyam az őszi szünet után kezdődik a Városi Könyvtárban. A július-szeptemberi 3 hónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 208 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4%-os volt Magyarországon, jelentette be ma a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliek száma 46 ezerrel, a ráta 0,9%-ponttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A munkanélküliek számának 46 ezres emelkedése a foglalkoztatottak számának 36 ezres csökkenéséből, és a munkaerőpiacon újonnan megjelent 10 ezer álláskeresőből állt össze. Az MTI és a KSH jelentése mellett azt is közli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma szeptember végére az egy évvel korábbihoz képest 33%-kal 323 ezerre nőtt. Hódmezővásárhelyen az NFS október 20-ai állapotot tükröző adatai szerint 708 regisztrált álláskeresőt tartanak nyilván. A régészeti kutatásoknak soha nincs vége, hangsúlyozta dr. Racki Pál, az ELTE egyetemi tanára tegnap a Tornyai János Múzeumban rendezett előadáson. A mintegy egy évszázaddal ezelőtt Hódmezővásárhelyen és környékén felfedezett halmokról szerzett tudás ugyanis napjainkban tovább bővíthető. Speciális technikai módszerek bevetésével többek között a méltán híres kökénydombot is újra górcső alá vették a régészek, hogy annak 7000 éves történetét alaposabban megismerhessék. A Korok, kultúrák, lelőhelyek című programot a Tornyai János Múzeum 7. éve rendezi meg. Az új sorozat első előadásán azok az 1920-as években a környéken felfedezett újkőkori réteges szerkezetű halmok kerültek fókuszba, amelyek az európai régészeti szakma figyelmét újra és újra Hódmezővásárhelyre irányítják. Ezek a települési halmok, idegen szóval tellek, és ebből van egy néhány itt híres, a gorzsa, a tápi lebő, és ennek megvannak a dél-kelet-európai párhuzamai, például Belgrád mellett van egy Vincsa nevezetű hely, vagy a mindenki által ismert és a Heinrich Schliemann által először föltárt Trója. Ezek persze más dimenziókat jelentenek, mert a Trója az több 10 méter magas, a mi tejeink ugye itt perifériálisak, szolidak, 3-4 méter némelyik, de mégiscsak egyfajta betekintést ad a múltba. Az egymásra rakodó rétegek ugyanis 4-500 éves fejlődést tudnak láthatóvá tenni, és így nyomon követhetővé válik az anyagi és az emberi kultúra változása, emelte ki az egyetemi tanár, majd hozzátette, ma már a régészek rendelkezésére olyan speciális műszerek állnak, amelyekkel a 7000 évvel ezelőtti kultúra felégetett házainak szerkezete is feltérképezhető. Például a kökénydombnál majd itt látni fogjuk, hogy körívesen vannak a házak egy centrum felé rendezve. Ez annyit jelentett, hogy ez a közösség fantasztikus, kemény krédó szerint rendezte az életét, tehát voltak magasabb szabályaik. Ezzel a vásárhelyi halmok feltárása közel sem fejeződött be, ahogyan Racki Pál fogalmazott, a régészeti kutatásoknak ugyanis soha nincs vége. A szakma újra felteszi ugyanazokat a kérdéseket, csak más tudásszintről keresik a válaszokat. Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, hírműsorra a legközelebb pénteken este 17:30-kor jelentkezünk. Legyenek akkor is a nézőink, addig pedig tartsanak velünk az online térben, olvassák a hotpress.hu-t, nézzék a Vásárhelyi Televízió Facebook oldalát és a YouTube csatornánkat is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!